Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ezen a mai napon, a kommunióban, a közösségek órájában ismét a nagyböjt lelkületében szeretnénk elmélyülni, de odafigyelünk a takarékosságra, energiahatékonyságra, hiszen ez is hozzá tartozik a mi keresztény mentalitásunkhoz, hogy úgymond nem csak a húsban mondunk le, hanem nyilván azoknak a teremtett dolgoknak a használatában is, amelyek körülvesznek bennünket. Mai napon is szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat, névnapjukat, vagy elmúlt napokhoz kapcsolódik ez, vagy akár házasság évfordulót, vagy bármilyen más évfordulót. A görögkatolikus egyházban ezen a napon nagyböjt harmadik hetéhez kapcsolódóan Gerasimos remete emlékét tiszteljük. A római katolikus liturgiában ez egy köznap, ugye szintén a nagyböjt harmadik hétnek a hétfője. A szentírási részek egyébként a második királyok könyve, 5. fejezet 1-től 15. áversig, és Lukács evangélium 4. fejezetének 24-től 30. versig. A mai napnak a névnapja Kázmér, és egyben emlékezünk a 1562-ben a hadadi csatában első Ferdinánd magyarországi vezérei legyőzik János Zsigmondot, és 1849-ben első Ferenc József osztrák császár Olmüzben új birodalmi alkotmányt ad ki, ez az oktrojált alkotmány, amelyben megszünteti Magyarország önálló államiságát, és a végrehajtó hatalmat a császár kezébe adja. 1951-ben pedig ezen a napon hunyt el Meszlényi Zoltán, magyar vértanú püspök. Nyilván az ő közbenjárását is kérjük. Mai napon is lesz lehetőség telefonálni. Telefonos elérhetőségünk az élőadásnak a 061-808-95-55, és a közösség szolgálatot is hívhatják a kedves testvérek, hogyha van kérdésük, vagy bármilyen észrevételük. Ez a 061-780-80-85-ös telefonszám, illetve a közösség szolgálat kukac@evtm.hu e-mail címre is írhatnak a kedves nézők, amennyiben van valamilyen kérdésük vagy meglátásuk a műsorral kapcsolatban. Most kicsikét az előző alkalmat folytatjuk, mert az előző műsor az úgy zárult, hogy többen kértek énekeket, úgyhogy hoztam énekeket még az előző alkalomról is, és aztán kicsikét ezeknek a ráhangolódása után fogunk foglalkozni tényleg az energiahatékonyság témájával is, illetve ez gondolom másokat is foglalkoztat, hiszen kicsit magyar mentalitásunkhoz hozzátartozik, hogy igyekszünk valamilyen módon használni azokat a dolgokat, amelyek körülvesznek bennünket a környezetünkben, és úgy használni ezeket, hogy abban megfelelő mértékletesség is jelen legyen. Az előző alkalommal kérték tőlem a Halc űzanyánk a lelkünk sóhaját kezdetű éneket. Majd egyszer a kedves testvéreknek beszélek arról is, hogyha valakit igazából foglalkoztat, hogy mennyire nehéz néha egy-egy éneket kinyomozni, hogy melyik énekes könyvben találjuk meg, mert nagyon gazdag az az énekkincs, amely körülvesz bennünket, amelyből meríthetünk, és amely nyilván egyébként jelenti azt is, hogy ezeket használhatnánk azokra az alkalmakra, amikor közösségben együtt éneklünk. Nem feltétlenül liturgiára gondolok, hiszen például ez is egy nagyon szép Mária ének, de szövegezésében alapvetően a szűzanya felé fordul, és éppen ezért a szűzanyával kezdjük talán ezt a mai napot is, hogy kérjük közbenjárását, hogy valóban sikeresen tudjunk odafigyelni az ő szent fiára, illetve így az életünk is úgy alakuljon, hogy az Úr törvényei, az Úr elképzelései, tervei megvalósuljanak a mi életünkben is. Szeretettel köszöntök tehát még egyszer mindenkit, és a Halc űzanyánk kezdetű énekkel köszöntsük a mai reggelt.
szűz anyánk a lelkünk sóhaját. Nézd, busz szívünk, ma hittőr járja át. Nagy asszonyunk, te ígéb igazunk. Bungéjelén légy hajnal csillagunk, égi szép szűz. Szent párt fogunk, te kulcsolt két kezünk, nincs már remény, ha nem jössz el veszünk. Gyújts égi fényt a bűnös föld felett. Hisz magzatod, már üdvünk napja lett, égi szép szűz. Jöjj, szűz anyánk, ha végső óra hív, most meg szívünk, te legszebb földi szív. Kérd Jézusunk, ha sorsunk sírba zár. Ó, nyiss a ránk a szent feltámadást, égi szép szűz. Ez egyébként egy viszonylag modern feldolgozású ének, a szöveg Kerekes Károlytól származik. A dallam az viszont jóval ősibb, ez az Audi Prekor o Bona Domina kezdetű éneknek a dallamára tevődött át, illetve lett adaptálva. És ez a Mária énekünk is megfogalmazza azt a szelíd odafordulást Máriához, ami miatt valójában szükségünk van a közben járó imádságra. Sokszor tétovázunk, hogy megfogalmazzuk a kéréseinket, megfogalmazzuk, hogy mi az, amire igazán vágyunk, és a mi lelki állapotunk nem is biztos, hogy mindig alkalmas arra, hogy megfelelően odavigyük Jézus elé, hogy mi az, ami szükségletünk, mi az, ami fáj nekünk, mi az, amiben segítségre vágyunk, és éppen ezt az éneket hallgatva is, énekelve is ebben tudunk megerősödni. De még mielőtt tovább beszélgetnénk erről az énekről, van egy telefonálunk, akit nagy szeretettel köszöntök a mai kommunióban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Dicsértessék! Mindörökké, amen! Én vagyok abban alva? Igen, igen, már ön van. Na, kérték a múltkor a könnyes szemekkel, hát már nincs olyan hangom, mert 40 évig én evangélista voltam, tehát nem ilyen hangom volt. Csak elének könnyes szemekkel vándoroltam, te hozzád örök irgalom, az áldott szent kereszt, ahol van, szívem verését hallgatom. Mi vagyok én, arányi porszem, hálátlan férek, semmi más. Te vagy a fény, az élet ott fent, a szeretet vigasztalás. Ezt akartam, mert valaki kérte, hát ilyen magasabb hangon kellett volna énekelni, de már most nem bírom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon örültem, már most, ha már bent vagyok a telefonban, akkor tényleg nagyon örültem, nagyon szép volt a szombati,
csak nagyon visszhangzott, ahogy fentetett lenni a szószéken, és nagyon nehezen lehetett érteni, hogy mit, amikor lentetett beszélni, hogy igen, hogy a körmenet hol nem lesz kint, mert ugye esik az eső, de fentről, az én tévémén, vagy nem tudom mi, csak nagyon visszhangzott, és annyira sajnáltam, hogy nem hallottam minden szép beszédét. Úgyhogy tényleg nagyon szépen megvan szervezés, tényleg már alig várom, úgyhogy szép napot kívánok és a nagybődbe is, hogy ilyen buzdítást meg lelkesítést adjon mindenkinek nagyon sokáig. Úgyhogy köszönöm szépen, elnézést, hogy ilyen hanggal énekeltem, de sajnos azért 75 évesnek nem olyan van, mint ezelőtt. 40 évig én voltam az evangelista a Újfehértúrról a Szentmisén, tehát a passiót. Uh-huh. Agypénteken is, meg virágvasárnap is. Ó, úgy, nagyon szép volt így is. Dicsértetek a jédőszöztök. Köszönöm szépen, hogy megkezdett hallgatni. Köszönjük szépen. A többieknek esetleges is örömet szereztem, ha nem is ezzel a kapa hangommal most. Dehogy nem, ez áldja meg, dicsértessék, jédőszöztök. Mindörökké, amen. Örültem is neki egyébként, hogy telefonálunk is énekelt. Múlt alkalommal is voltak többen, akik énekeltek is, és egyébként azért is örültem neki, mert én egy kicsit másik dallamváltozatra ismertem ezt az éneket, de egyébként az is igaz erre vonatkozólag, hogy fontos, hogyha valaki élő énekben hallja, illetve viszi tovább, mert például ezt a Halcűzanyánk éneket is alapvetően én Kottából ismertem, nyilván láttam erről videókat is, meg hangfelvételeket is, de ez mindig élőbb, amikor a hang adódik tovább. De van egy újabb telefonálunk, úgyhogy őt is nagy szeretettel köszöntöm mindjárt. Dicsértessék, Isten áldja meg, szép napot! Isten áldja. Igen, miben se? Igen. Ja, le is tették. Bocsánat, lehet, hogy valaki megijedt, nem baj, hogyha legközelebb telefonál, akkor majd újra fölveszünk. Tehát, hogy vannak alapvetően olyan énekeink, amelyeket tényleg látjuk, hogyha egy éneket valaki gyűjteni akar, akkor rengeteg variációja kialakul ugyanannak a dallamnak. A szövegben is némileg történnek változások. Nagyon nehéz egyébként ilyenkor visszakutatni, hogy melyik volt az eredeti. Abban az esetben, hogyha látjuk, hogy ki a szerző, akkor nyilván ez egy kicsit könnyebb, meg maga a dallam is valamennyire rekonstruálható, de nyilván azért ebben vannak különböző szabadságok, és akár vidékenként is eltérhetnek ezek a dallamok. Úgyhogy igazából kicsit talán ez a műsor is egy lehetőség arra, hogy valamennyire nézzünk olyan dallamokat, amelyek leginkább hasonlítanak az eredetihez. De lehet, hogy a telefonálunk újra vonalban van, úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, atyám. Mindörökké, amen. Én voltam, aki az éneket kértem, amit tetszett most a végig, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, a jó Isten áldja meg. Ez tényleg még az édesanyámtól származó. És én ugye, én 88. évenben vagyok. És igen. Hát mi gyerekkorunkban, hát hitoktatás, vagy mondjam, hittanóráink is voltak hetente, kétszer. Mi megtanultuk az oltárnál, hogy hogyan kell a kelyhet előkészíteni meg, rózsafűzét májusban mindig a gyerekek mondták, szóval más élet volt, más igen, élet. Igen. És a szüleim is, a nagymamám is, az édesanyám 895-ös, a nagymamám akkor az biztos, hogy olyan, mit tudom én, 70-es, vagy nem tudom mennyi, az még Fatimába is járt. Tehát nagyon vallásos család az előző. És én tőlük ezeket az énekeket végtelen szeretem. És hát hálás szívvel köszönöm, és ha majd egyszer lesz lehetőség, várjunk, még valaki más mond, énekelt nekem egy éneket, az meg ha... igen, az biztos, hogy tudja az atyám, imádkozzunk a hazánkért, boruljunk le tédre!
Hát ez is egy csodálatos, ez most valójában nagyon fontos, ugye, hogy a hazánkért. Uh-huh. Mert hát... Igen, bizony. A jövendőlések, meg a mit tudom én, arra utalnak, hogy Magyarország az lesz az, aki majd talán a Jóisten segítségével, meg a szűzanyja oltalmával talán, mit tudom én, üdvösségre tud jutni a világ, talán. Talán, de igyekszünk imádkozni meg, hogy ez valóban megvalósuljon. Igen, ez nagyon fontos. Mert ez nem az ígéreteket mindig úgy kell tekinteni, hogy ezek felelősséget is jelentenek, illetve igen. Feladatot is nekünk, hogy tudjunk. Én most nagyon elégedett vagyok, atyám, a Magyarországunkkal, mert rengeteg imacsoportok meg bekapcsolódnak. Nagyon itt a mi Baja városában is már volt rózsafűzér kereszt, vagy zarándoklat, és most csinálnak a keresztutat is. Szóval mindenütt igyekeznek. Hát a magja országunk az Mária országa. És nekünk a legtöbbet kell tegyünk meg ezért. Úgy gondolom. Igen. Nagyon-nagyon szépen is erőtegését, áldott ünnepeket és a további életéhez is sok szépet, jót, egészséget és üdvösséget. Köszönöm szépen. És mi is ez az ének, amit tetszett kérni, mert nehogy elfelejtsem. Imádkozzunk a hazáért, boruljunk le térdre. Jó, mert lassan, gyönyörű. Lassan már gyönyörű. Mondták egyébként akikkel beszéltem azóta, hogy majd jegyzetelni kell ezeket az énekeket, de majd lehet, igen. hogy a munkatársak megjegyzik, mert igen, most kérték igen, egyébként igen. a magasan áll a Golgota Ormányt, láttam itt a munkatársak, hogy ezt kérte valaki, de még vannak igen. énekek, amik még az előző alkalomról is igen, maradtak. Igen, én türelmes is. Ha majd amikor sorra bírja kerül. Majd amikor sorra kerül, akkor előhozunk. Igen, igen, nagyon szépen köszönöm. Végig nézem, annyira vágyódnám oda magához a Bercerre, jaj, mert én azt mondtam, mikor legelőször megtörtént, hogy mert hiányoltuk a Csíksomlyót, aztán megtudtam, hogy mi az oka, hogy miért nem, és mondtam is, betelefonáltam magának, hogy na most nekünk ott van a Csíksomlyó maguknál, Bercelen. Hát igen, az hasonlít, gyönyörű, de gyönyörű. Nyilván Csíksomlyó az Csíksomlyó, Bercel meg Bercel, úgyhogy szeretettel invitáljuk. Én hiszem, hogy elkerül olyan szintre, mint a Csíksomlyó. Kell, hát, hogy elkerüljön. Pusztán 30-40 év kérdése, mint Csíksomlyó előnye. Köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus. Isten áldja meg mindenkit. Önt is Isten áldja meg. És az előző énekünkhöz, a Halcűzanyánkhoz nagyon érdekes egyébként itt a második verszakban megjelenik ez, hogy szent párt fogunk, te kulcsolt két kezünk. Ez is talán a közben járó imádságnak a lelkületét hozza közelebb hozzánk, hogy Mária segít azt a lelkületet kialakítani bennünk, amely nem biztos, hogy mindig jelen van, mert szokták ezt mondani, hogy miért nem imádkozunk közvetlenül Jézushoz. Nem mindig egyforma a lelkületünk, nem mindig egyforma a készségünk például a Jézussal való találkozásra, és éppen ezért ő az, aki ebben segít bennünket. És hogyha reményvesztett a helyzetünk is, például itt nincs már remény, ha nem jössz, elveszünk, vagyis hogyha nem segít nekünk valaki az imádságban, akkor nyilván a földi gondokat szemlélve akár reményvesztetté is válhatunk, és éppen ezért Mária gyújt égi fényt a bűnös föld felett. Ez arra is mutat, hogy ő a tenger csillaga, az Ave Mari Stella, ő az, aki iránymutatás számunkra, aki rámutat Krisztusra, aki segít bennünket, hogy megtaláljuk az irányt, ami a nappali világossághoz vezet. És ez nagyon szépen kifejezi, gyújts égi fényt a bűnös föld felett, hisz magzatod már üdvünk napja lett. Tehát ez a csillag, Mária vezet bennünket, aztán a nappalra, Krisztusra, aki mi égi világosságunk. És a nagybőjt időszak is valójában erről szól, hogy átvezet bennünket ez a szent időszak,
hogy aztán meglássuk a feltámadásnak a nappalját, a feltámadásnak az örömhírét. Jöjj, szűzanyánk, ha a végső óra hív, itt már nyilván kicsit a földből való elvágyódásnak a gondolata is megjelenik, de nem csak erről szól a végső óra, hanem arról is, hogy mindig azzal a lelkülettel legyünk jelen a földön, minthogyha ez lenne az utolsó óránk, a legértékesebb óránk. Mindig az az óra a legértékesebb, amelyben most vagyunk. És hogy itt tudjuk a legtökéletesebben megvalósítani a szeretetet. Nem ulasszuk el, tehát azt tenni, ami közelebb visz bennünket a szűzanyához, és a szűzanya által Krisztushoz. Nem ulasszunk el jót tenni, nem ulasszunk el szeretni. Most szívünk, te legszebb földi szív, és hogy Mária szíve vérrel át, ugye szokták ezt ábrázolni, hogy az ő szíve is vérzik, 7 fájdalomtőre járja át, nyilván nem fizikai tőrrel, hanem a fájdalomnak a tőrével járják át a szívét, és megmossa a mi szívünket ez a vér is. És kérd Jézusunk, ha sorsunk sírba zár, ő nyissa ránk a szent feltámadást. Tehát a feltámadásra nyitja meg a mi szívünket. Ez ennek az éneknek a lelkülete. Most pedig még egy telefonálunk van, úgyhogy a következő ének előtt még beszéljünk. Ja, lerakták a... Ó, bocsánatot kérek, nem tudom, hogy... A következő ének, amit kértek itt, ez a Magasan áll a Golgota ormán, ez már volt ez az ének egyébként, de úgy látszik, hogy nagyon népszerű, vagy szeretik a kedves nézőink. Kicsit nyilván mindig más, úgyhogy megnézhetjük ezt az éneket is, illetve talán ez most tényleg illik így a nagyböjt lelkületéhez. Sok a vétkünk, mi
mint a tenger árja. Sír a lelkünk, tekints néha rája. Ó, ha mi azt előbb tudtuk volna, lelkünk bűnnek rabja most nem volna. Hogy te, Uram, a Golgota ormán, minket vársz, oly elhagyottan árván. Bánatos nép ezer fájdalmából, jöttünk hozzád kesergő imából. Bűnsiratni a Szent Kereszt mellett, megjavulni Jézus, te éretted. Én Krisztusom, a te szent könnyedet, könnyeimmel összefolyni enged. Síró lelkünk egyedüli vágya, hogy a te szent könnyed újjon rája. Sokan vannak, kik még nem ismernek, a bűnösök, kik téged kerülnek. Hány keresztény nem szeret még téged, hány kemény szív zárva te előtted. Ó, ha tudnák, ki van a Golgotán, kinek szíve nyitva a keresztfán, minden bűnös szent szívedhez menne, irgalmat ott tőled esdekelne. Ó, de minket gyalázhat a világ, erős lelkünk a Szent Golgotánál. Nem félünk mi semmiféle harctól, nem a világ gúnyocska szajától. Ó, Uram, csak te velünk maradjál, magyar néped mindig melletted áll. Ősi hitünk fellobog az égre, éljen Jézus, ezt kiáltjuk néked. Uram Jézus, légy irgalmas nékünk, ó, bocsásd meg tengernyi sok vétkünk. Zárj kegyesen vérző szent sebedbe, s juttas egykor hozzád föl a mennybe. Ó, ha akkor ott lehettem volna, mint az ápor, a könnyem úgy folyna. Minden csepp vért százszor megcsókolnék, nem mennék el soha többé onnit. Szent szűz kérünk égő fájdalmadra, légy az édes irgalomnak anyja. Vérző szíved ölelje magához, ki veled lép
a Szent Kereszt fához. Ó, ha akkor ott lehettem volna, mint a zápor, a könnyem úgy folyna, minden csepp vért százszor megcsókolnék, nem mennék el soha többé onnét. Van egy telefonálunk már úgy két verszaka, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy eddig kitartó tetszett lenni. Dicsértessék-e Jézus Krisztus! Halló, halló, dicsértessék-e Jézus Krisztus! Halló, itt vagyok. Üdvözlöm. Budapestről telefonálok, és én ezt az atyát nagyon-nagyon szeretem, mert egy Nógrád megyei kis faluból vagyok, Szanda. Ó, hát ott most nem régiben voltam lelki gyakorlathoz. Igen, hát örülök neki, én ma 50 éve eljöttem onnan, de ezt az atyát annyira szeretem, az én régi dolgaimot tetszik tudni, amit gyerekkorunkban ottan végigvittünk a bődbe, meg mindenbe, és ő ezt mind fölidézések. Annyira nagyon nagy lelki, a lelkemben nagyon-nagyon sok mindent ad érti, hogy pedig örülök én neki. Aztán 66-ba kötöttem házasságot, ott a szandai kis templomban, ez már elég rég volt, de én 50 évvel kerültem onnan, és akkor én ezt mindig nézem az atyát, mert ez nekem az egész, hogy mondjam, nem is tudom elmondani ezt a nagy jóságot, amit ő mindig sugároz a tévébe keresztül. Az a berceliekről ugye szól, és valamelyik este is néztem ezt a gyönyörű szép szentmisét, ami volt a körmenet, meg minden. Nem is tudom elmondani, ide tessék figyelni. Engem az annyira belekapcsolódok, és annyira fölüdít, hogy ez a régi-régi dolgaim volt. Ugye ezt a Jézus szívét is szeretlek én. Ezt énekelték, mikor én mert nekem szentmisével volt az esküvőm, és akkor hát én azóta együtt élek a férjemmel, jóba rosszba, amikor azt mondta nekem az atya, hogy ezt jóba rosszba ki kell tartani, és ezt be is tartottam. Igen. Ennek 66-ba gondolj el, hogy ez már hány éve, és ez a gyönyörű szépének, ami volt, hogy Jézus szíve szeretlek én, segíts át az életen. Hát ez minden szava így igaz. Ez így tessék elhinni nekem. És ez az atya, ez nagyon-nagyon az, hogy az emberekért van, és nem is tudom elmondani ezt maguknak, ezt a szépséget, amit ő sugároz a tévén keresztül. Tetszik érteni, hogy hát igen, nem igen, tudom. Igen. Hát igyekszem, de hát nem tudom, ezt nem mindig egyébként. Pont ahogy itt mondtam az előbb, hogy nyilván örülünk neki, hogyha az ember tud sugározni, vagy tényleg, hogyha másokhoz közelebb tudom vinni Krisztus, de nem mindig vagyunk ideális állapotban. De higgy el, hogy maga mindig ideális állapotban van. Hát akkor kérem valamelyik szentnek. Ezt egy öreg mondja, aki nagyon-nagyon sok felé járt, már mindenfele jártam az életbe, Róma, Fatima, mindenfele, de ezt a szépséget, amit maga tud, ezt nagyon kevesen tudják, ezt higgy el. A Jóisten nagyon-nagyon sok erőt adjon, meg egészséget, hogy soká tudja ezt maga még szolgáltatni nekünk, mert ez nagyon jó, tetszik érteni. Na. Köszönöm szépen, hát a szolgálatom nem mindig tudom. Jó, hogyha van erő. Igen? Igen, erőt adjon magának a Jóisten, egészséget, mert még nagyon szép fiatal ember, és továbbra is így tudja viselni ezt a nehéz életet, mert ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz igen, az igen, nem élet. Mindig könnyű, az biztos. Nem. Hát én érzem a saját magam bőrén, meg a saját tapasztalatom. És én a Budapest, ez egy nagyon nagy világ, és ez más a világ, tetszik érteni. De én ezt ugyanúgy magamba gondolom, ezt a, hogy mikor mentünk erre a szép keresztútra, meg minden ott a faluba, de ez már most így nem így van, tetszik érteni, nem így van. Sajnos, na. És ezért vannak itt a vallások is, ahogy vannak, higgyel nekem, higgyel.
Nem így kellene ezt tenni, de mindegy, na, mindegy. Nem akarok beleszólni, mert már én öreg vagyok. Mindig azt mondják, még a saját gyerekem is. Mama, te már nem értesz hozzá, öreg vagy. Ez így, azért nehéz így állítani, hogy azért, mert valaki öreg, azért nem értünk, nem ért hozzá valaki. Gyakorlatilag az élettapasztalat meg a bölcsesség viszont korral jelenik. Igen, hát az igen, igen, de hát ez maga nagyon-nagyon ügyesen csinálja ezt, a nagyon köszönjük magának, és adjon a Jóisten sok erőt, egészséget, minden szépet, jót kívánok magának. Sok-sok. És én nekem a berceliek között van egy-két ismerősöm, mert együtt jártam velük dolgozni, Jákotra. A Bözsike, milyen Bözsike, Zakranicsik Bözsike, ilyen bőszoknyában még mindig van, és én azt mindig nagyon szeretem. Most is ott volt a Szent Misén, ahogy mert én, hát együtt jártam vele dolgozni, mert akkor még ilyen világ volt, tetszik érteni. Uh-huh, na. Uh-huh. Igen, igen. Na. Nagyon köszönjük a szolgálatot, és nagyon jót kívánok, jó egészséget, minden szépet, jót kívánok magának. Isten áldásával, szeretetbe, békességbe, Isten vele. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon kedves tetszik lenni. Köszönjük szépen. Most nem tudom, hogy még egy telefonálunk van-e, ja, akkor őt is meghallgatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenöki hát, én nagyon érdekes dologgal jövök az atyához, mert annyi sok szép éneket énekel. Az előbb is hallottam ezt a óha minden cseppre hornapnak. Nagyon szép az az ének, és most hirtelen nem tudom. De ez a magasan állagolgóta volt. Igen? Ez az. Édesanyámnak volt egy nagyon szép éneke, a fájdalmas anyához. És még soha senkitől nem hallottam. És ha valakinek mondom is, ő még nem is hallotta. Én Magyaródról telefonálok. Uh-huh. Itt van még egy hölgy, aki ezt az éneket tudja, szokta is néha énekelni, de sajnos már ő ágyhoz van kötve, teljesen megvakult, de éjjel nagyon sokszor fölhívja Mária Rádiót, és a régi énekeket énekel bele. Ha most elmondhatom az igen? Nekem az van fölírva, Mária ének fájdalmas anyához. De el tudom mondani a szöveget. Jó, jó. Na, úgy van, hogy de sokszor elborít a bánat, mint tenger ára csónakot. Önsúlya rajtam még a mának, s már rettegem a holnapot. A lelkem szárnya összetörve, nehéz magasba szállnia, tövis, ha vér, az jöjj segélyül, fájdalmak anyja Mária. Volt néked is nehéz kereszted, vigasztalást a hit adott. Zokogva néztél a keresztre, szíved reménye meghalott. Kötözz hát balzsamot sebedre, hozzád száll az engőima, állítsd meg könnyeim patakját, fájdalmak anyja Mária. Ez annyira szép ennek a dallama is, csak sajnos én nem tudom énekelni, ugye, hogy kellene, de édesanyám nagyon szépen tudta énekelni. Olyan nagyon fülbe mászó a dallama is, hogy de sokszor elborít a bánat, mint tenger ára csónakot, önsúlya rajta még a mának, s már rettegem a holnapot. A lelkem szárnya összetörve, nehéz magasba szállnia, tövis, ha véred, jöjj segédjül, fájdalmak anyja Mária. Hát így a második verszaka is, de hát nem, én már nem bírom énekelni. Nagyon elment a hangom, és az atya annyi sok szép éneket tud. Hát, ha erre is ráakad valahol, és egyszer hallom itt a tévében énekelni. És én nagyon boldog lennék. Jó, utána nézek ennek. Így hirtelenjében nem ismerős nekem se az ének. Fogalmam nincs róla. Címzet ismeretlen, írója ismeretlen. Nem tudom. Nekem csak címnek úgy van írva, Mária ének fájdalmas anyához. Az első két sora, de sokszor elborít a bánat, mint tenger ára csónakot. És annyira szép, mondom, a dallama is, és annyira szeretném egyszer valahonnan hallani. Uh-huh. Mert édesanyám nagyon szépen tudta énekelni. Csak én nem örököltem az ő hangját sokáig.
De azért ez is jó, hogy így eltetszett énekelni, mert régen gyakorlatilag, hogyha most megvizsgáljuk, hogy Kodály Zoltánék, meg Bartókék, tehát hogy fogták a fonográfot, elindultak valahol egy kis faluba, és gyakorlatilag így összegyűjtöttek egy annyi rengeteg éneket, hogy azt el sem tudjuk képzelni. És nyilván ez egy nagyon fontos, ez is, hogy most akár ön is eldúdolta. Lehet, hogy én se találom meg máshol, és akkor majd ebből próbálom rekonstruálni, vagy valamilyen nem módon. Nem tudom. Sokszor irigylem a bercelieket, hogy hol az oltárnál szolgál, hol a kóruson szolgál az atya. És ilyenkor irigylem a bercelieket, hogy olyan szép hangú papjuk van, kántorjuk van, mind a kettő egybe. Van ez is, az is. Úgy hívja, hogy az éneklő pap. Már hallottam is, hogy az éneklő pap. Hát atya, köszönöm, hogy meghallgatott, és erőt, egészséget kívánok önnek is, és sok türelmet, mert önöknek ahhoz is nagyon nagy szükségük van. Türelem, erő, egészség. Ez a három kell önöknek nagyon. Meg a mi imádságunk. Igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Dicsértessék a Jézus Krisztus. És még sok ilyen szép éneket énekeljen, mint ez a belőle is volt. Nagyon, mikor körmenetet, hát olyan hosszú, olyan sok verszakot tetszik énekelni, hogy hát egyszerűen csodálom. Köszönöm szépen. És köszönöm én is. Reményem szerint nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok, dicsértessék. Én is áldott húsvétot kívánok, mindörökké, amen. És úgy látom, hogy még egy telefonálunk van talán. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jéz. Mindörökké, amen. Hát én, atya, Borsod megyéből kerültem ide, Veszprém megyébe. Sajnos a férjem 2 éve meghalt, és nincs senkim a fiamon kívül, mert a lányom 33 évesen meghalt, és már mindenki a temetőben van, aki hozzám tartozó volt. Még egy nővérem él, 89 éves, de az is más faluba. És én teljesen a szlovák határszélen laktam. És akkor mi átjártunk Bodolóba minden 13-án, a fatimai szűzanya tiszteletére, tartandó szentmisére és megemlékezésre. És ott a kántor asszony énekelt egy nagyon szép éneket. Imádlak 100 000-szer Jézuson. És hát nem tudom, hogy az első verszakát, tehát nincs valami szép hangom, hát azt úgy el tudnám mondani, hogy imádlak 100 000-szer Jézusom, szíved jóságát ki nem mondhatom, hogy szívembe jöjj, méltó nem vagyok, csak szóval mondjad és meggyógyulok. De ennek van több verszaka is. Innen Bodolóból hazamentem az én drága férjemhez. Én olyan boldog voltam, mint ketten próbálgattuk ezt énekelgetni, mert nagyon jó hangja volt, csak már nagyon nagy beteg volt, mert sztrókja is volt, több minden betegsége volt. 56 évet éltünk együtt, békességbe, szeretetbe, boldogságba. És ami még a legnagyobb, atya, Miskolcon a Mincenti templom előtt kérte meg a kezemet. A Jóisten előtt. És együtt jártunk templomba, mikor már édesanyám meghalt, akkor mindig jött velem. Ha reggel volt mise, reggel mentünk minden nap, ha este volt este, és ezt az éneket, hogyha az atya ezt megtalálna, hát én ezt nagyon szeretem. Ezt ismerem, ezt az éneket egy másik dallamra egyébként. Tehát, amit ön énekelt, ebben inkább ilyen virágének jelleg is van,
mert ez is egy, nem, ez egy olyan osztrák dallamból átszármazott ének. Hát, de ismerem egyébként, majd megkeressük ezt is akkor. Ezt is jó, atya, és még azt szeretném nagyon-nagyon megköszönni. Igen? Az atyának, hogy az atya az igazi jó pásztor. Az igazi, valóságos jó pásztor. Én már alig várom az első szombatokat, mert én utána hetekre feltöltődöm, sajnos egész karácsonyi ünnepeket az ágyba kellett töltenem, tüdőgyulladásom volt, és nem tudtam elmenni, nekem ez borzasztó fájdalom, mert itt ebben a faluban, ahol lakok, csak vasárnap van Szent Mise, és reggel 8 órakor, én mindig a tévében nézem, és boldog lehet az az anya, aki ilyen gyereket hozott a világra. Nekem 6 fiú dédunokám van, most született a 6. párnapos, 1 hetes, és szeretném, ha legalább egyet, már én nem fogom megérni, mert már én 79 éves leszek holnap, ha jó Isten még megadja azt is, mert minden perc ajándék már tőle. És próbálkozok, hogy hát, hogyha jó Isten legalább 6 egyet, igaz, 2 református közülök, csak az a 4 katolikus, de akkor is, az is Isten szolgája lenne, ha talán csak megadna, de ilyen jó pásztort, mint ön atya, kevés van. Nagyon-nagyon kevés. És én úgy szeretem, mikor beszél, meg mikor énekel. Hát én úgy feltöltődök, úgy érzem magam, mint hogyha itt lenne mellettem a jó Isten. És áldom még a lépését is, és nagyon-nagyon jó egészséget kívánok önnek. Köszönöm, hogy szépen én. Hát ennyit szerettem volna mondani. Isten áldását kérem önre. Köszönöm szépen én is, meg köszönöm az éneket is. Most ennek is utána nézek majd, ennek a dallamnak, mert amit én ismerek dallamot, az egy kicsikét másfajta, és akkor majd ezt is berakjuk valamelyik műsorba. Úgy látom, van még egy telefonálunk, úgyhogy őt is szeretettel köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Kedves atya, én nagyon hálás vagyok a Jóistennek a Bónum TV-ért. Annyira közel kerültem Istenhez a Bónum TV által, sok kegyelmet kaptam, mert amit jó tanácsokat ott hallottam, elfogadtam. Például a papok nem beszélnek arról, hogy például a Jézus szíve nem litánia, 9. Jézus szíve 9. Ezt a Pió atya 9-ének is mondják, és ezt szoktam imádkozni, és annyi sok kegyelmet kaptam. A férjem beteg volt nagyon, de hosszú éveken, 13 éven keresztül azért ő mindig imádkozott, de közbe káromkodott is. És hiába mondtam, rászóltam annál jobban. És egyszer már nagyon kétségbe voltam esve, hogy milyen nehéz a helyzetünk. És akkor elimádkoztam ezt a Jézus szíve 9-et. És tessék elképzelni, hogy egyszer csak oda jött hozzám a férjem, és mert én mindig szoktam délután a keresztutat és imádkozni meg a szürgalmasságról, oda jött, hogy ezentől fogom vele imádkozni minden nap 4 órakor a keresztutat, és akkortól kezdve nem káromkodott. Ez januártól augusztusig tartott, akkor sajnos meghalt, de ez akkor a kegyelem volt a jó Istentől, hogy ezt megkaptuk, és végtelenül hálás vagyok, minden nap meghallgatok egy misét, vagy részt veszek egy Bónum misén, már valóságban Bónum függő vagyok, és nagyon köszönöm önöknek a munkájukat. De egy kérdésem volna, most 2 pénteken keresztül vártam, hogy
máskor évközben is többször van keresztült, és most nem volt. Hát ez egy részletesebb téma, de ezt a közösségszolgálatot, hogyha föltetszik hívniük, részletesen elmondják. De például mondjuk most volt ugye Mária nap is szombaton, mi is ugye itt közös, mi is keresztutat imádkoztunk itt közösségben. Igen. Nyilván egyébként az is benne van ebben, hogy a keresztúti állítatosság, imádság az... Persze lehet közösségben is imádkozni, de nem véletlenül alakulnak ki ezek a hosszú keresztúti stációs képek. Alapvetően úgy gondolom, hogy például a nagyböjt lelkiségében fontos az, hogy akár ezt így a saját tempónkban is, a hát saját Krisztus szenvedésének az átemlékedésével is tudjuk imádkozni. Nyilván ez nem zárja ki azt, hogy mert vannak szép közösségi keresztutak is, de hogy meg mi is tényleg Mária napon is szoktunk közösségileg imádkozni, de hogy ez hozzátartozik, hogy nyilván egyénileg is tudjuk ezt imádkozni. És a közösségszolgálat meg tényleg nagyon kedvesen megválaszolnak ezeknek a körülményeiről, hogy van. Nyilván nem akar az ember mindig úgymond instant keresztutat, vagy hogy mondjam, tehát, hogy hirtelen a fiúkból előre látott keresztutat, és nyilván a másik szempontot rengeteg, figyelembe vér rengeteg ilyen keresztúti állítatosság, segítség alakult ki az év századok során, ezeket is érdemes megismerni, de akár én arra is buzdítom, vagy most ez csak így, hogyha megteszik nekem fogadni, hogy igazából ezek is elmélkedési minták, de hogy gyakorlatilag én szoktam úgy is a keresztutat imádkozni, hogy csak magam elé képzelem azt a jelenetet, tehát nem is szöveggel, és ahogy magam elé idézem, ez nyilván egy időt vesz igénybe. A kép is valamikor segít, hogy most éppen van egy stációs kép, vagy a imakönyvben egy kép, de van, amikor nem biztos. Tehát lehet, hogy észreveszem, megnézem, és gyakorlatilag fölidézem magamban azt a képet, ami inkább közelebb áll az én keresztúti állapotomhoz, és ilyen módon elmélkedem végig. Ez nyilván nem annyira, meg ezt nem is lehet tévében leadni. Tehát nyilván ez egy mindenkinek egy saját egyéni útja. Tehát, hogy... De ez is hozzátartozik az imádságunkhoz, hogy kicsit tanulunk imádkozni a nagyböjtben is, tanuljuk ezt magánúton is helyesen a Krisztushoz való közeledést, emlékedést elmélyíteni. Igen, igen. Hát magamban imádkozom, meg évközben is szoktam többször imádkozni a keresztutat, és a Mária napokat nagyon köszönöm, atyám, olyan csodálatos, és az énekléssel, és nagyon-nagyon hálás vagyok. Úgyhogy jó egészséget kívánok önnek, és szeretettel üdvözlöm. Köszönöm szépen, mindörökké, amen. És úgy látom, hogy van még egy telefonálunk, úgyhogy szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Erzsébet vagyok, Budapesttől, atya. Azt szeretném mondani, hogy egy hónapja karácsony előtt, egy héttel temettük el a férjemet, 55 éves házasok lettünk volna szentségi házasságba. Kántor tanító volt az édesapja, szüleim is végtelen vallásosak voltak, minden vasárnap Rórátéra, minden áldott nap májusi litániára, mindig litánián senki nem volt, csak mi, de mi családunk 11 gyereken, 11-en voltunk testvérek, mindig. És elveszítettem a drága férjemet itt Pesten. És egy hónapot adott a drága jó Isten nekem még, hogy a kórházba úgy tudtam, elkapta a Covidot, elvitte a mentő, befulladt vasárnap hajnalba, és olyan szépeket mondott nekem, elkaptam én is tőle a Covidot, 3 napig nem tudtam menni, de utána mentem, minden nap reggeltől estig ott ültem. A szeretet úgy árad belőle, hogy a legnagyobb kincse, mondtam is atyának, aki temette itt a Szent Család templomba, a legnagyobb kincse a szeretet volt,
annyira ontotta a szeretetet, azt mondta a lányom is, anya, hogy érdemelted ki, hogy ennyire szeret apu téged, mondom, hát mert viszont az oda visszamegy, ez kölcsönös, jóba, rosszba együtt, mert nagyon nehéz volt, de most meg még nehezebb, mert szeretet nélkül ránk se nyitják az ajtót a gyerekek, az unokák, úgyhogy rájuk irattunk mindent. Azt mondta nekem a férjem 2 nappal a halála előtt, mindent jól csináltál, anya. Mondom, azt mondja, csak egyet nem. Mondom, és mit? Azt mondja, hogy miért feljöttünk Pestre, Szabolcs megyéből. És ott ő 70 évig lakott abba a házba, ahonnan felköltöztetett, felcsalt hazugsággal a lányom. Úgyhogy minden van, csak szeretet. Most mondta is a férjem, ha én megyek el, hamarabb azt mondja, te úgy fogod szenvedni, de ha te mész el, akkor én, mert mondták is, hogy ők rögtön beteszik aput, mert egy kicsi demenciája volt, rögtön beteszik nyugdíjas házba, és arra kértem a drága jó Istent, hogy csak addig éljek, míg ő él, hogy tudjam gondozni, ápolni, és ezt megadta jó Isten. Most már minden nap ajándék, minden vasárnap átmegyek a szentmisére, ott van elhamvasztva, még azzal is, mert nyíregyházán megvan nekünk a sírkő. De nem tudom elrendezni, mert olyan 18 műtétem volt, ha csak ennyit mondok akkor. Úgyhogy megvakultam, megműtötték a szemem, szürke hályogra megvakultam. Volt még egy másik nagy műtétem, oda se, nem meg sem se nyitották az ajtót, fél évekig ránk se nyitották az ajtót, úgyhogy ennyire én a szüleimet úgy tiszteltem, én temettettem el, én intéztem az egész temetést mind a kettőjöknek, és kerékgyártó volt, és József volt, mint Szent József, minden áldott vasárnap a templomba, minden áldott vasárnap, édesapám is, anyám is, úgyhogy aki született, én 7-nek születtem, aki született utánam, egy maradt otthon a Szentmisére, de a Szentmisére mindig mentek, és akkor egy maradt valaki a pólyás gyerekkel. Úgyhogy nem tudom, nagyon-nagyon-nagyon. És a másik, a temetésre kértem a Jézus szíve szeretlek én, és kérném szépen atyától nagyon szépen énekli a többieket is, a magasan áll a Golgota, a holtári haj, de szép volt, kísértem magam, és a Jézus szíve szeretlek én, a 3 gyermekem esküvőjén, a felföldi atya, még akkor pap volt, ott Nyíregyházán szolgált, most már püspök a pécsi székesegyházba, úgyhogy nem tudok vele tartani, még az 50. házassági évfordulónkat is ő tartotta Nyíregyházán, úgyhogy jó Isten ott áldja, ahol van, ő eskedte a fiaimat is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha majd letetszik játszani a Jézus szíve szeretlek én. Jó, mert ezt más is kérte egyébként, ezt az igen, hallottam, igen, hallottam, nagyon szeretem. Pont most kezdtem el keresni, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt tetszett kérni, mert akkor most meg is találtam, és akkor ez lesz a következő ének most, nem, mert békefejedelmét akartam, de azt majd később. Az is nagyon szép, mert a bátyám meg kántor volt itt a 13. kerületben, leukémiában halt meg, és ő küldte nekem Nyíregyházára el a békefejedelme szentséges Istenünk. Jaj. Majd azt is egyszer berakjuk, azt is. Jó. Azt nem tudom, hogy a magasan áll a Golgota ormánról. Hát igazából ebből csak egy mondat, egy verszakot majd megnézzünk, és akkor utána a Jézus szíve. De azt hallottam, hogy tetszett énekelni. Igen, ezt énekeltem. Az, ami nagyon megragadott egyébként, és most önhöz is kapcsolnám. Igen. 5. verszakban jön ez hogy sokan vannak, akik még nem ismernek, a bűnösök, kik téged kerülnek. Hány keresztény nem szeret még téged, hány kemény szív zárva te előtted.
Ó, ha tudnák, ki van a Golgotán, kinek szíve nyitva a keresztpán. Bizony, bizony. Minden bűnös szent szívemhez menne, irgalmatok tőled esdekelne. Tehát ezt most kicsit azoknak is mondom, mert lehet, hogy véletlenül valaki csak pásztázik a televíziós csatornák között, és most véletlenül ide kapcsolt, hogy nem tudjuk eléggé elmondani, hogy Jézus mennyire szeret bennünket, és hát nyilván mindannyian bűnösök vagyunk, de hogy igen. Ezáltal nem az állapot a Jézusnak, hogyha mi bűnt követünk el, akkor nem kellünk neki, vagy eltaszít magától, hát hanem ő mindig szeret bennünket. Benne bízok, csak a jó Istenben. Most már nekem minden nap ajándék, úgyhogy járok a másik szememre, is meg kellene műteni, de azt mondta a főorvos asszony, hogy az már nekem egy kincs, hogy annyira tudok tapogatva elmenni a boltba, meg lerendezni, mert egy fél kiló kenyeret nem hozna senki, úgyhogy jó Isten, ott áldja meg atyát, ahol van, nagyon-nagyon szépen énekelő. Kántor volt a bátyám, neki is csodálatos hangja volt, úgyhogy leukémiába halt meg. Isten áldja, atya, nagyon Isten szépen áldja. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Akkor a Jézus szíve szeretlek én énekkel folytatjuk. Szálljon illatok az éjjel.
én, segíts át az élet tengerén. Közben van egy újabb telefonálunk, dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen, kedves atya. Én Regina vagyok, és először is el szeretném mondani, hogy ez az egyik kedvenc szívemből fakadó dal, amit együtt énekeltem így a képernyőn keresztül atyával, és nagyon-nagyon felemelő, bármikor magamban is énekelem, mert nagyon sokszor többek között ezt azt a dicsérő éneket is szoktam énekelni. Kedves atya, én csak annyit szerettem volna, hogy ma különösen szólítom meg a szűzanyát, urunkat, a kisunokám ma felvételezik a gimnáziumba, és hogy legyenek mellette, és segítsék őt, hogy sikerüljön neki. Mert eddig a kéréseim meghallgatásra kerültek, és nagyon-nagyon sok kegyelemben részesültem, és nagyon hálás vagyok. Csak ennyit szerettem volna igazából elmondani, és hálásan megköszönni a lehetőséget, hogy így élőben és hangosan elmondani azt, hogy a kegyelem, azt kérni kell, és bőven az Úr megajándékozza le bennünket. Hát imádkozunk érte, meg sok kegyelmet kívánok, remélem, hogy sikeres lesz a vizsgai, meg a felvételi így. Jó, és akkor még van egy énekünk, amire gondoltam, hogy ez a békefejedelmét, ezt még a múlt alkalommal kérték, úgyhogy még ezt az éneket megnézzük. Na, de van még egy telefonálunk, úgyhogy a telefon után megnézzük a békefejedelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Én is szeretnék innen Pestről, Kőbányáról betelefonálni, hogy nagyon fontos az a lelkiség, amit közvetítenek ott Becerről a stúdióból, és a böjtől minden szintre, hogy vonatkozik, nem csak az evés, hogy így ugye közeledünk, ugye a böjt időszaka van, az evés, a viselkedésünk, a minden szellemiségünk, a beszédünk értelmében, én ezt gondoltam, és ugye ott van kedves rokonunk, most nem szeretnék személyeskedni, mert itt a hölgy megkérte, hogy ne személyeskedjek, de igen, és nagyon, nagyon köszönjük, hogy a Móroc Tamás atya is be tudott menni a stúdióba, és élő adásba ott fogadta a kérdéseket, és tényleg nagyon szép, hogy ilyen lehetőség van, és ne a betegségről, tehát olyan lényeges dolgokról beszéljünk, hogy megszentelt idő, ez a közvetítés úgy technikailag, összességében, tartalmába és szellemiségében, lelkiségében. Úgyhogy nagyon köszönjük az egész stúdiónak, én köszönöm egész közreműködő, szervező és odaadó lelkiségű embereknek, hogy ez ilyen szépen és csodálatosan működik mindenki tanítására, Jézus igéjének hirdetésére. Úgyhogy csak ezt szerettem volna megosztani. Jó. Hát köszönjük szépen, úgyhogy hát
Nyilván egyébként nehéz ez, hogy most vannak, nem is azért akarunk nem személyeskedni, hogy most valami rosszat mondanánk, hanem hát nyilván azért is, mert hogy maga az evangélium üzenete az úgy általánosabb, általában véve úgy fontosabb, mint a úgymond mi így egyéni hiányosságaink, vagy egyéni lehetőségeink, úgyhogy próbálunk törekedni nyilván arra, hogy minél inkább megvalósuljon közöttünk a kegyelem, ne csak a böjtölésben, hanem minden másban is így megtaláljuk a Krisztushoz vezető utat, ami nyilván az egyszerűséget is magában hordozza. Most a béke fejedelmét azt megnéznénk, és a szövegből nem találtam valami miatt, majd egyszer átnézzük ezeket a kottákat. Kicsit egyébként éppen a Mária nap után beszélgettünk erről a Pálmai Árpáddal, ugye, aki a zenei szolgálatot szokta most ellátni a Mária napon, hogy valahol kicsit az énekeknek a rendezettségében is vannak némi hiányosságaink, vagy nagyon érdekes, hogy például ugye azt tudjuk, hogy a Szent vagy Uram énekes könyvet ugye elkészítették az első eukarisztikus kongresszus, ami ugye Magyarországon volt, és hát nagy igény lenne szerintem arra, hogy egyfajta rendezett módon az énekeink új énektárakba bekerüljenek, mert nagyon gazdag egyébként az énektár kincsünk, és nem minden esetben válik éppen tanítássá, vagy nem minden esetben ismert az, ami megfogalmazódik egy-egy énekben sokak számára. Na de most nézzük a béke fejedelme kezdetű énekünket. Ennek is van még több verszaka, de úgy láttam, hogy közben valaki telefonált, most nem tudom, hogy közben letette a telefont, nem baj, de ezt is megnéztük. Azért is egyébként gondoltam, hogy ez az ének, most erről kicsikét úgy beszélgetnénk, mert hogy kapcsolódna ahhoz a témánkhoz, ami a mai napunknak a fő témája is lenne. Ez pedig ugye maga a energiahatékonyság, költséghatékonyság, egyáltalán, hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy takarékosak vagyunk. Ehhez kapcsolódott ugye egy világnap is, és nyilvánvalóan, amikor
a békéről beszélünk, akkor nem gondolunk elsősorban arra, hogy a béke valójában egy olyan állapot, amikor megtaláljuk azt, hogy hogyan tudjuk hatékonyan kihasználni a környezetünkben lévő erőforrásokat, és hatékonyan visszaadni azt, amit hozzátehetünk pozitívumként. Tehát nem csupán a kihasználásról, a használásról van szó, hanem a hozzáadott értékről is. És nyilván ebben segít bennünket kicsit az egyház iránymutatása is, amiről majd beszélgetünk, de most először van egy telefonálunk, úgyhogy őt szeretettel köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Dicsértessék a Jézus Krisztus, Atya! Mindörök. Ott voltunk Betlen, csak hogy most kérték azt a éneket, hogy, és akkor Atya Isten igen tudta, hogy de sokszor elborít a bánat, ha én elénekelem. Ja, tessék elénekelni nyugodtan. Mert most olyan vagyok, hogy egy kicsit nathars vagyok, vagy reked, de lehet, hogy nem ki fog jönni jó. Nem de baj. Sokszor elborít a bánat, mint tengerára csónakok. Ön súlya rajta még a mának, már rettegem a holnapot, lelkem szárnya, megfagyasztva, nehéz bagasba szállnia, több is, ha vérez, jöjj segélyül, fájdalmak anyja Mária. Volt neked is nehéz keresztet, vigasztalást az Úr adott. Zokogva nézted a keresztet, szíved reménye meghaltott. Kötöz hád balzsamot sebemre, hozzád száll ez engő ima. Állítj meg könnyeim patakja, fájdalmak anyja Mária. Ennek ez a két verszaka van, én sokat el szoktam itthon is énekelni, a szentségimádás van meg minden, úgyhogy ezt én kívülről tudom. Nagyon szépen köszönjük, meg nagyon szép volt, tényleg úgy látom, hogy nagyon jónak érzékelem azt, hogy van, ahol még ismernek egy éneket, máshol már nem annyira, és így gyakorlatilag tényleg egy felkutatása, utána keresése történik ezeknek az énekeknek, és így megőrződnek, azt gondolom, hogy a jövő számára is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy tetszett ezzel is telefonálni, meg remélem, hogy jó volt a Mária napon, és másokat is szeretettel invitálunk, hogyha személyesen szeretnének eljönni. Meg nyilván önöket is, ha újra jönnének. Jó, van még egy telefonálunk, úgy látom, akkor őt is szeretettel köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Julika vagyok Turáról. Önnel énekeltem azt a két utolsó gyönyörű éneket, ami a szívemet egy kicsit megnyugtatta. Annál is fogva, hogy a férjemet életmentő műtéten ment keresztül, és az ő gyógyulásáért, illetve a egészségügyi személyzet munkájáért énekeltem önnel ezt, és még egy nagyon fontos dolog miatt, hogy 52 éve ezzel a gyönyörű ének szólalt meg a templomba, amikor esküdni mentünk a férjemmel. Úgyhogy köszönöm, igen, köszönöm ezt a lelket emelő, nyugtató műsorukat, a tévét, a Bónom tévét különösen, úgyhogy kórházban van a férjem két hete, és én nekem csak ez megy, mert nem is kívánok mást. Azt szeretném még kérdezni, igen? Atyától, hogy ugyan 72 éves vagyok, de most per pillanat nem sok erőm van elmenni a templomig, mert 3 kilométerre van, hogyha én a Bonum TV reggel is, meg este is részt veszek az egy-egy szent misén minden nap, hogy ez nem probléma, gondolom. Hát most ugye az a lényeg itt, vagy azt kell látni, hogy nyilván a
a személyes jelenlétet azt nyilván nem tudja semmi sem pótolni. Igen. De itt alapvetően nem is talán arról van szó, hogy úgymond helyettesítésről. Már úgy értve, hogy helyettesíteni a személyes jelenlétet. Nyilván amennyiben az ember nem tud otthonról elmozdulni, akkor ez egy alapállapot, tehát hogyha valaki mondjuk, ezt szoktam mondani, meg nem is mindenki érti, hogy ugye miért fontos, hogy például Szentmisén sokkal összetettebb, mert ott a közösségben is jelen vagyunk, hogy gyakorlatilag együtt imádkozunk. Nyilván, hogyha valaki szívesen lenne a közösségben, de nem tud fizikailag ugye elmenni, akkor nyilván az is jó, hogyha be tud kapcsolódni. Nyilván így nem tud szentáldozáshoz járulni, nem tud közösen imádkozni. Itt az a szemlélet a fontos, hogy gyakorlatilag az online misék, a televízióban közvetített misék, ezek nem pótlékok, vagy hogy mondjam. Tehát ezek arra vannak, hogy így is bekapcsolódjunk imádságban, abba a közösségbe, ahol ott ez a közvetítés történik. Valamilyen módon próbáljunk elmélyülni abból, amit a tanítás, a prédikáció jelent. Nyilván azok az énekek, amik ott elhangzanak, lehetnek sokkal inkább fölemelőek számunkra. Én is meg szoktam hallgatni másnak a prédikációit is, meg szoktam hallgatni másnak az énekeit is, és nyilván az ember törekszik arra, hogy ebből is épüljön. De nem az a megoldás, hogy az ember úgymond bezárkózik, hanem hogy minél inkább nyissuk ki a szívünket. Az is egy szomorú egyébként, hogy nehéz megoldani egyébként ezt a kimozdulást. Nyilván egyébként azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy amennyiben tud, azért legalább a szentáldozáshoz járuljon, vagy első péntekes, hogyha van valaki, aki éppen a szentséggel el tudja látni, akkor erre úgy törekedjen. De más a szemlélet, amikor valaki tud mozogni, és akkor azt mondja, hogy hát igen, el tudnék menni a misére, de ehelyett választom mondjuk azt, ami a tévében van. Ne ehelyett válasszuk, a mellett válasszuk. Menjünk el arra a misére, ami is van. Lehet, hogy egy nyugdíjas atya lesz ott, szegénykém, éppen, hogy csak erre megi valahogy a szentmisének a szavait. Lehet, hogy egy olyan kántor van ott, aki már nincs annyira a toppon, vagy még csak most tanulja, vagy már kitanult belőle, mert már idősebb. Ne azt nézzük, hogy ez milyen, hogy Krisztussal találkozhatunk, hogy közösségben lehetünk. Ezek a rajtunk is múlnak, és ezt szoktam mondani általában, hogyha valaki bejön a gyóntatószékbe, hogy atya, most bűne az, hogy a tévében néztem a misét. Nyilván olyankor, hogyha ő is tud mozogni, mert látom, hogyha bejött a gyóntató székbe, hogy most bottal jött be, vezették, vagy csak úgy beslasszézott. És akkor szoktam mondani, hogy hát most képzelj el, hogy például meglátogatják az unokák, vagy a gyerekek a hétvégén. És akkor, amikor eljönne az ebédnek az ideje, beültet mindenkit a nappaliba, leülnek a tévé elé, és akkor bekapcsolja a főzőműsort. És akkor megnézzük a főzőműsort. Ebéd nem lesz, de a főzőműsort megnézzük, mert ők jobban tudják megcsinálni, mint én tudnám. Persze, nyilván egy főzőműsorban is finomabbat készítenek, mint amit mi otthon csinálunk, de szükségünk van a táplálékra. Persze, van olyan szentmise, amely lehet, hogy fölemelőbb, ami televízióban van, de nekünk szükségünk van Krisztus testére, hogy táplálkozzunk vele. Tehát ez így igyekezni fontos. Igyekezni fogok, és hiányzik is természetesen, ahogy tudom, megteszem. Köszönöm szépen a biztató szavakat, csak ennyit szerettem volna mondani. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kitartást, meg sok kegyelmet kívánok egyébként. És kicsit egyébként ez is úgy visszakapcsol bennünket egy másik témához, ugye itt eleve az energiahatékonysággal próbáltunk foglalkozni, hogy amikor az egyház tanítását vizsgáljuk a nagybőjt időszakban arra vonatkozólag, hogy ne csak testben böjtöljünk, hanem böjtöljünk nyilván abban is, hogy egyáltalán mit használjuk, vagy hogyan használjuk a világnak a mulandó javait, akkor ebben
észre kell vennünk azt, hogy igenis vannak nagyon nagy eltérések, nagyon nagy különbségek, akár annak vonatkozásában, hogy éppen ki hol lakik, vagy ki hol él. Mert hogy nyilván például vannak olyan országok, amelyek jobban túlköltekezőek, amik tőlünk úgymond fejlettebbek, és vannak olyanok, amik a töredékét fogyasztják még annak is, mint amit mi egyébként. Tehát ami nyilván hozzátartozik ahhoz, hogy ma úgy Magyarországon mi úgy nem annyira szoktunk például azon gondolkozni, hogy vegyek-e egyikővel többet, például mondjuk a konyhába, vagy a nappaliba, vagy a hálószobába. És nem probléma igazából, hogyha egy újabb lámpát berakunk éppen valamely helyiségbe. Ez vannak olyan országok, ahol ez bizony problémát jelenthet, és éppen ezért ezek az egyenlőtlenségek is azért feszültségeket szítanak, és ezt a békét is akadályozzák. Tehát, hogy ebben is kell törekednünk a szerénységre, a böjtölésre is. Közben van egy újabb telefonálunk, akit szeretettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus, drága Robert atyám. Hát nagyon örülök, hogy szombaton olyan gyönyörű volt az a Mária nap, mikor a drága nézők is belemondták az ima szándékokat, majd elkezdtem sírni. Igen. Meg az a gyönyörű Mária, mikor fel volt díszítve, és hát végignéztem önöket, hogy amilyen gyönyörűen tetszett beszélni ott a szószéken. Mind a régi a papok, amikor fölmennek a szószékre, és ott beszélnek. Nem tudok szavakat találni. Hálás köszönet a szombatért, meg a Bonum TV minden dolgozójáért is, hogy így közvetítették. A másikat szeretném kérdezni, hogy mire van a Siessetek hamar lejár című ének. Megnézzük, hogy megvan-e, és akkor megnézzük. Siessetek? Nagyon szeretem azt az éneket. Igen, igen. Aha, majd megnézem, hogy megvan-e. Most így hirtelenjében nem látom, de majd utána nézzük neki. Jó? Jó. Ezt szeretném, hogy elhangzana, mert ez olyan szépen. De mindig ugyanerre tetszik gondolni, hogy siessetek, hamar lejár. Igen. Ma még lehet, ma még szabad, baroljunk le a kereszt alatt. Csak ez a baj, hogy a szöveget nem találom, pedig tudom énekelni is. Igen, ez a nehézség egyébként, hogy, igen, hogy nagyon sok olyan énekünk van, ezek nagyon gazdag énektárunk van, és tényleg a szövegek azok nagyon sokszor nem elérhetőek, vagy az emberek pedig megvan nekem ottának is. Valahol biztos, hogy megvan. A engesztelő füzetben megvan nekem valahol, csak nem találom, hogy énekeljem el. Igen, ilyen sorrend az jó lenne. De hát ez nem kis vállalás egyébként. Nem, sőt, én is gondolkoztam rajta, mert most, ahogy készültem, ugye, hogy több éneket is válogattam, hogy rengeteg ilyen énektár van, és nincs úgy névsorba rakva, tehát, hogy ABC sorrendbe rakva, hogy most éppen igen, az ember igen. hova nyúljon, és gondolom, hogy otthon is így vannak vele, hogy van egy ilyen, na, ennek utána fogok nézni, a Siessetek hamar lejár. Jó, nagyon szépen köszönöm, Matya. Jó, nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és jó erőt kívánok a Mária napokhoz. Isten áldja. Isten áldja közben. Mindenki, amen. És volt közben másik telefonáló, de úgy látom, most letette, ne bizonytalanodjanak el egyébként. Tehát a Siessetek hamar lejár, és ez, igen, ezt ismerem ezt az éneket is, de most így hirtelenjében nem látom itt a kottáját a közelben. Még volt az előző alkalomról is néhány ének, amit még úgy kértek a kedves testvérek, csak azért most már kezdem számolni ugye az időt, mert múlt alkalomban is úgy voltunk, hogy bár a műsoridőben éppen, hogy csak ezt bele tudtunk minden éneket tenni, ami elhangzott,
aminek nincs itt most hirtelenjében kottája, annak megpróbálok utána nézni, de egyébként így buzdítom a más kántorokat is, hogy akár ebben így közösen is valamilyen módon próbáljuk ezeket úgy rendszerezni egy ilyen nagy-nagy hatalmas ABC sorrendbe rakott sorrend, az jó lenne, ami megvan egy ének, és akkor tudjuk, hogy melyik kötetben, hanyadik oldalon kell keresni. Persze ez nem biztos, hogy mindenkinél szempont, mert egyébként a másik oldal is előjön, hogy nem biztos, hogy mindig kell ezeket az énekeket énekelni, mert hát éppen liturgikus énekeket használunk inkább, mert jobbára csak a szentmiséken találkozik a közösség. Na de kicsit visszakanyarodunk akkor az energiahatékonyságnak a témaköréhez. Miért is beszéltem itt ugye ehhez kapcsolódóan a békéről? Visszatérő gondolat, hogy alapvetően, hogyha megvizsgáljuk az egyházi megnyilatkozásokat, az egyenlőtlenségek, amelyek a társadalomban megjelennek, önmagában kelthetnek irítséget. Tehát amikor valaki éppen sokkal inkább pazarló módon használ valamit, akkor ez a másikban nyilván nem feltétlenül örömet vált ki, hanem irítséget. Na, most megint van egy telefonálunk, folytatjuk a témát akkor a telefonálás után, a telefon után. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Atya, Robert atya, nekem lenne ez nagyon nagy kérdésem. Igen? Én szombaton Veszprémből telefonálok, és mások az, hogy én szombaton végig akarom hallgatni a szentmisét, a körmenetes szentmisét, ami szokott adni másodikán, de ellenben ki kellett kapcsolnom, mert nagyon visszhangzott. Például a szószéknél is, meg a oltárnál is, amikor az atya beszélt, mert nem lehetett belekapcsolódtam visszhangba, és ezt a hibát szeretném, hogy valamiféleképpen javítsák ki. Jó, azt mondták, hogy a szószéket azt már mondta más is, tehát az már nem ön az igen, első. Igen, hallottam. Annak lehetséges, hogy én is hibás vagyok, hogy nem annyira állítottam közel magamhoz a mikrofont, mert igen, utána jutott eszembe, hogy azt jobban kellene. De akkor ennek utána nézünk a többinek is. Igen, nyilván ez inkább technikai kérdés egyébként. Aha, azért, mert az organista, aki orgonál, annak nagyon jó volt a hang minősége. Uh-huh. De a visszhangzás, hát nekem ki kellett kapcsolnom a tévét. Hát én nagyon sorapázi szentmisét hallgattam meg, mert gyert készültem rá, hogy meghallgattam a belcseszerieket. Mindig másodikán, az első szombaton van, de sajnos nem sikerült. Jó, akkor ennek utána nézünk. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont a Jézus. Mindörökké, amen. Egyébként most így kicsikét a hang az tényleg nagyon sokszor fontos szokott lenni. Ugye mi is, vagy én magam is szoktam, ugye én közvetítéseket, általában inkább az online közvetítéseket csinálni, és hát bizony nem annyira egyszerű sokszor az új hangrendszereket megfelelően összehozni, illetve ezt a kedves testvérek általában nem veszik észre, hogy mennyi technikai teendő van általában egy szentmisének a közvetítésének a hátterében, vagy hogy nyilván ezeket az eszközöket, vagy éppen a hangtechnikai eszközöket, nem csak a mikrofon van, amit látunk, mögötte kábelek vannak, erősítők vannak, nyilván hangfalak, átjátszás, tehát ezek nem annyira egyszerű szerkezetek, majd lehet, hogy egyszer ezzel a témával is elkezdünk foglalkozni. Na, de kicsit visszakanyarodva magához a témához, egyébként ez jobbára érinti ezt a területet is, hogy hogyan használjuk azokat a rendelkezésre álló erőforrásokat, amelyek körülvesznek bennünket. Az energiahatékonyság valójában a békével nagyon szorosan összefügg. Mert amikor mi ugye a béke gondolat köréről beszélünk, akkor valami olyan módon képzeljük el a békét, hogy az emberek nem csupán nem rántanak fegyvert a másik ellen, hanem úgymond megelégedve és másiknak a javára használva tudják kibontakoztatni a saját tehetségüket, saját lehetőségeiket. Most, hogyha megvizsgáljuk itt igazából azokat a háborúkat, amelyek körülvesznek bennünket, és próbálunk egy kicsit mélyebbre
ásni, akkor látjuk, hogy itt is nagyon sok esetben akár maga a hely, mint erőforrás, energiaforrás, mennyire veszélyes lehet. És hogy itt két lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az, hogy magunkhoz ragadjuk, akár háborúk árán is, azokat az erőforrásokat, amelyek segíthetnek bennünket. Ez nyilvánvalóan erkölcsileg az egyház tanítása szerint elfogadhatatlan. Mert hogy ez a magunkhoz ragadás, ez egyfajta önzőséget képvisel. A másik lehetőség, ami nyilván a nagybőjt lelkiségéhez is nagyon szorosan hozzákapcsolódik, de önmagában a kereszténységünkhöz is, ez a mértékletesség. A mértékletesség, ami azt jelenti, hogy tudom, hogy mi az, amit egyáltalán megengedhetek magamnak, de még attól is kevesebbel megelégszem. Vagyis a keresztény ember fölismeri, hogy mi az, ami a saját mozgásteréhez, a lehetőségéhez hozzátartozik, és még attól is kevesebbet próbál úgymond használni, fogyasztani. Ez nyilván azért is nagyon-nagyon nehéz, mert sokszor ilyenkor az fogalmazódik meg, hogy na jó, de hát én már eleve annyit spórolok, amennyit tudok. Ez mindig elő szokott fordulni, hogy valaki azt mondja, hogy hát én már ettől kevesebbet nem tudok már, és sokszor például mondjuk ezt is mondja valaki, hogy ó, hát én a legolcsóbb 25 wattos égőt veszem meg a boltba, és gyakorlatilag azzal is spórolok, hogy azzal próbálok mondjuk világítani. Holott lehet, hogyha az illető egy kicsikét jobban átlátna, akkor azt mondja, hogy vesz egy ledes világítást, ami lehet, hogy a töredékéből akár 8-10 wattból, vagy akár 5 wattból is megvalósítja ugyanazt a fényt, amit egyébként ott egy 25 wattos kis pislákoló régi hagyományos izzós lámpa csinál. De más területeken is gyakorlatilag egyfajta észszerűségre is hív meg bennünket gyakorlatilag az energiahatékonyság. Tehát, hogy nem csupán arról, hogy spóroljunk, hanem arról is van szó, hogy észszerűen használjuk mindazt, ami körülvesz bennünket. De közben van egy újabb telefonálunk, akit szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Most már egész délelőtt próbálkozok, szeretnék egy nagyon-nagyon régi éneket szeretnék meghallgatni az atyától. Igaz, hogy nem bölti ének, de már nagyon szép Mária ének, és azért is szeretném, mert amikor a leányaim esküdtek, akkor kántor úrunk, aki egy nagyon-nagyon jó kántor volt, ezt énekelte, amikor a párok bementek a templomba, az, hogy képed előtt térdel anyám gyermeked, azt szeretném hallani, ha tetszik tudni. Na, ezzel most megtetszett fogni. Nem tetszik tudni. Ezt nem is ismerem írtelennyiben. Nem, akkor egy picit beleénekelek. Na, tessék igaz, beleénekelni. Már igaz, hogy nem olyan a hangom, mert nagyon-nagyon 30, talán 40 évig is voltam pávakörös, úgyhogy nagyon szép hangom volt, de a Covid elvitte a hangomat. Atya, így szól, hogy képed előtt térdel anyám gyermeked, aki téged tiszta szívből szeret, anyám kérlek ne felejtsd, gyermeked el nem felejt. Anyám kérlek ne felejtsd, gyermeked el nem felejt. Nem tetszik ismerni. Nem ismertem, de nagyon örülök, hogy el tetszette énekelni, mert akkor ez így... Hát a Sümeg mellől telefonálok, és a kórház igazgató volt, többször voltunk a pávakörrel, így eljött velünk, és az volt az éneke neki, nagyon szerette a szűzanyát, és mindig azt kérte, hogy lányok, mit szólított bennünket, lányok,
az én énekemet énekeljétek el, aztán ugye mindjárt tudtuk, hogy mi volt az éneke, és nagyon-nagyon-nagyon boldog volt mindig. Akármikor találkoztunk, mindig kérte, hogy azt imád énekeljük el neki. De hát én is már 82 éves vagyok, és tényleg most már nem tudok úgy énekelni, ahogyan szoktam, pedig nagyon-nagyon szerettem a kántorok mellett énekelni, mert mindig kérték, hogy menjek föl én is, hogy énekelj, segítsek énekelni. Úgyhogy sajnos ide jutottunk. De hát nagyon örülök Atya. Neki, hogy eltetszett énekelni, mert így akkor ez is. Most én is megismertem. Akkor nagyon van még egy másik verszaka is, de nem akarom, mert mondom, nagyon rossz a hangom. Hát csak akkor tessék felolvasni, nincsen ott meg szövegbe, vagy nem tetszik tudni fejbe? De itt van, ez a Szent vagy Uram könyve van, Atya. Szent vagy Uram könyveben van, és jaj, most meg már fordítottam. Jó, Istenem, bocsánatot kérek, bocsánat, elment. Egy pillanat. Semmi baj, de akkor megnézem. Nagyon-nagyon beteges vagyok, ám hogyha én is úgy vagyok, hogy nem igen tudok menni a templomba, mert messze is lakom, és nem, balesetem is volt, meg nagyon sok féle, mindenféle bajom. Úgyhogy egyedül élek már 53 éve. Uh-huh. Úgyhogy nagyon nehéz volt az életem. Sajnálom. Ajjajajajajaj. Ez biztos, találom. Hogy Szent vagy Uramban van? Hát én erről nem igen, hallottam. Szent vagy Uram, ilyen vastag imakönyvem van, Atya. Az a második vers, hogy eltűnik sok emlék ifjúság velünk, ám szívem szerelmét őrzöm mindenütt. Anyám, kérlek, ne felejtsd, gyermeked el nem felejt. Anyám, kérlek, ne felejtsd, gyermeked el nem felejt. Nagyon szépen ő is, nekünk is ilyen jó hangú kántorunk volt, mind az atyának. Tényleg csak csodálni tudom, hogy én is, amikor tudom, csak mindig meghallgatom, mert nagyon szerettem én is énekelni, és én nagyon-nagyon sok éneket tudok még, mert mondom, sokat voltam kántorok mellett énekelni, és mind megtanultam, és még máig is próbálgatom itt magam énekelgetni, de nagyon szép mind, akár a Jézus szíve énekek, akármelyik, minden egy csodálatos. És nagyon köszönöm, Atya, hogy meghallgatott, köszönöm, de ezt annyira szerettem volna még hallani. Köszönjük szépen. Na, majd utána nézek ennek is. Drága Atya, jó Isten áldásával kívánok nagyon jó egészséget és minden jót, hogy még sokáig legyen köztünk, mert nekünk már csak tényleg a bónum tévé marad. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. De egyébként a múlt alkalommal még kértek tőlem egy másik éneket a Szent vagy Uramból, hogyha már Szent vagy Uram volt, ez a templom csendes mélyén kezdetű ének. Ez a Szent vagy Uram énekes könyvben egyébként a 131-es számú ének. Az előző éneket azt én nem találtam meg így nem is igazából rémlik, hogy az így benne lenne, de lehet, hogy ilyen egyéni énektárak vannak. És akkor most megnéznénk egy kicsikét ezt az éneket is, mert most már régebben énekeltünk, és utána még egy kicsit a még energiatakarékosságról, meg energiahatékonyságról még beszélgetünk, és közben még lehet, hogy majd a technikusokat megkérem, hogy volt egy ének, amit még nem énekeltem, hogy azt majd esetleg írják ki nekem. Um
templom csendes mén, oltár ejteken. Ó fehéren Jézus, titkon ott pihen, körülötte ennek az éneknek egyébként, ami, hát a szövege egyébként megint csak Harangi Lászlótól származik, és a dallama, az pedig a Szemere Kaposi Római Katolikus Egyházi Énektárban található meg. Ez 1887-es énektár. Ismerjük egyébként ezt a dallamot még úgy is, hogy a Mennyegzős Köntösbe kezdetű énekünknek is szintén ugyanez a dallama. És amit szeretnék kiragadni belőle, a harmadik verszakban jön elő ez a gondolat,
látja dúsak házát, kunyhóban szegényt. Szétsugároz vigaszt, enyhülést reményt. Tekintete balzsam, ha a szív sebes, a magányos éjben szíveket keres. Nyilván egyébként ez egy estéli ének, általában esti szentségimádásokhoz szokták használni, és úgy is énekelték. Elénk tárgya nyilván azt, hogy amikor esténként talán elképzeljük, hogy az Úr meg akar látogatni bennünket, körbejár az utakon, akkor látja azokat, akik gazdagok, akiknek dús házuk van, és látja a szegényt is. A világban úgy tűnik, mintha csak a gazdagokat lehetne látni. A világban úgy tűnik, hogy az az igazán feltűnő, az az igazán népszerű, aki nagy nyaralásokat rendez, aki sokat halmoz fel, sokat fogyaszt, sok mindene van, hatalmas villában él, erről szól sok esetben a tévé. De Jézus azonban meg akar látogatni bennünket úgy is, hogy szegények vagyunk, és hogy nem a dúslakodásról szól igazából csupán az egész keresztény életünk, hanem a szerénységről is. És éppen ezért erre a szerénységre hív meg bennünket a nagybőti időszak. Közben egyébként a műsoridőnkből már nagyon előre haladtunk, és úgy láttam, hogy még kérték a kedves testvérek, a Jézus szíve szeretlek én az már volt, a Van egy jó hely, oda megyek kezdetű éneket, és ezt megkeressük, és szerintem ez lesz így a mai alkalomra a záró énekünk, ami azért is jó, mert hogy ez is arról szól ez az ének, hogy le akarjuk tenni a mi terheinket, és oda menni Jézus elé, mert hogy valójában ez az, amire nekünk szükségünk van. Amire igazán szükségünk van, az nem a hatalmas dolgoknak a felhalmozása, hanem az, hogy lássuk, hogy Isten szeret bennünket, és hogy ennek a szeretetnek a megmutatkozásával találkozunk nem csak a Szentmisén, hanem akkor is, amikor egyedül imádkozunk, vagy együtt éneklünk így ilyen körben, de hogy akarjuk felfedezni, hogy igenis nem vagyunk egyedül. Itt vagyunk az Úrral, és ehhez nem feltétlenül az az út való, amit sok esetben úgymond a reklámok próbálnak sugalni nekünk, hogy fogyasszunk sokat, meg halmozzunk fel sok mindent, hanem sok esetben inkább az egyszerűség az, ami ebben segíthet bennünket. Tehát akkor az énekünk, amit megnéznénk, ez a Van egy jó hely, oda megyek. A bűnös volt.
vagy, oda mehetsz. Csodálatos ez a titok, szellemivel megragadott. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív mikirelel. A Golgotán áll a kereszt, ha elhagytad, visszajöhetsz. Azóta tart a kapcsolat, ő vigyáz rád, el ne szakadj. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív mikirelel. A Golgotán áll a kereszt, Isten szívén megpihenhetsz. Keresni jött, mi elveszett, megtör szívű embereket. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív mikirelel. A Golgotán áll a kereszt, ha elhagytad, visszajöhetsz. Valójában ez az ének is nagyon kapcsolódik az előző énekünkhöz, a templom csendes mélyénhez, csak nyilván itt nem az oltári szentség előtt vagyunk jelen, hanem keressük azt a helyet, amely a Golgotán, akár egy csendes helyen, ahol kimehetünk egy kereszt alá imádkozni, megtaláljuk a Krisztussal való közösségünket, a Krisztussal való találkozásunknak a lehetőségeit. És ez nyilvánvalóan a nagybőjt időszak abban segít bennünket, hogy rádöbbenjünk, nem különleges eszközökre, nem különleges teljesítményre van szükség, hanem elsősorban arra a nyitottságra, hogy el tudjuk fogadni, hogy Isten szeret bennünket. Isten szeretetének ez a megmutatkozása egyébként nyilván a teremtett világban is felfedezhető. A teremtett világ dolgaiban nem azzal szembesülünk, hogy mennyire túlfogyasztanának éppen a körülöttünk lévő állatok, növények, hanem épp ellenkezőleg. Egyfajta nagyon átgondolt és terv szerint megvalósuló kiforrottság, mértékletesség, maximális kihasználása mindannak az erőforrásnak, ami körülöttünk van, jelenik meg, és nyilvánvalóan nem az a pazarlás, amellyel mi szembesülünk. A békének a jelenlét ebben a világban jelenti azt is, hogy tudjuk fölismerni, mi az, amiből tudunk engedni. És így zárásként talán megint csak kicsit egy történetet engedjenek meg. Ugye nagyon sok esetben ezt a történetet szoktam mondani, hogyha valaki túlzottan ragaszkodik valamihez. És nyilván ilyen dolog a világban jelenlévő energia, meg egyáltalán az anyagi dolgokhoz való ragaszkodás is, hogy hogyan fognak általában ugye kismajmot. Hát választanak egy olyan kis kancsót, ami pont akkor, hogy be tudja tenni magát, a kezét a kis majom ugye ebbe a kancsóba,
és utána beletesznek valami kis édességet, nasolni valót, ami nagyon tetszik egy kismajomnak, és megfogja, megragadja, és nem tudja kihúzni utána. És gyakorlatilag így kutyaszorítóba is kerül. És utána jönnek és elfogják őt. Vajon mi el tudjuk engedni mindazokat a dolgokat, amelyek fontosnak tűnnek nekünk? Erről is szól a mi nagy böjtünk, erről is szól egyáltalán a mi hatékony energia kihasználásunk ebben a világban. Hogy békével tudjuk elengedni mindazt, ami nem annyira szükséges a mi életünkhöz. És éppen ezért, amikor Krisztussal találkozunk, az, ahogy ő mindent odaad értünk, mindent átad egészen az Atyának, példát ad, és egyben megmutatja, hogy igenis ez lehetséges. Legyenek éppen ezért elhatározásaink. Ne csak abban böjtöljünk, hogy mit nem eszünk meg. Böjtöljünk abban is, hogy miben engedünk el valamit az életünkből. Miben próbálunk jobban odafigyelni a teremtett világ szépségére. Miben próbáljuk megismerni azt, hogy igen, erre talán nincs is annyira nagyon szükségünk, hogy mi krisztusi úton járjunk. Ezt kívánok nagyon sok kegyelmet a kedves nézőknek. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a délelőttben, ebben a kommunióban is, és kívánom, hogy megvalósulhasson a mi életünkben, az önök életében, mindannyiunk életében az a fajta szemlélet, amelyre Jézus is tanít bennünket. Hogy oda tudjunk figyelni egymásra, oda tudjunk figyelni a teremtett világra, és szeretettel tudjuk elfogadni a szerénységet, a szegénységet, amelyet Jézus is ajándékként ad számunkra. Sok kegyelmet kívánok mindannyiuknak, és áldott nagybőtöt, áldott takarékosságot kívánok mindenkinek.